mindenkit. Szeretettel köszönjük a püspök urat, főtisztelendő urat, a tisztelendő urakat. Meg szeretném köszönni a püspök úrnak, hogy elfárad ére megyünk a szőlőhelyre. Nekünk ez nagy kitüntetés, megtiszteltetés. Sajnos sokan ezt nem így érzik, de nem akarok mélyebben belemenni ebben a dolgokban. Nem jó sűnnek ki belőle. Meg szeretném az Árpád atyának köszönni a József atyának a szolgálatukat, és mindenkit szeretettel köszöntök. Úgy nézzétek meg ezt az iskola kápolnát, hogy fantasztikus dolgokat tanultunk itt. A szülők elindítottak bennünket az életpályánkon, a tanítónk meg fantasztikus odafigyeléssel oktattak bennünket. Elgondolkoztam, hogy nem olyan egyszerű a mai világban egy ilyen dolgot megszervezni, mert régebben kitüntetés volt, megtiszteltetés, ha valaki tiszteletét teszi ezen a helyen. A mai világban sajnos már nem így van, de boldog vagyok, hogy sokan azért rájöttek. Köszönöm. És meg szeretném kérni a Borbély Csabát, hogy legyen olyan kedves, mondja el a köszöntőjét. Emlékek. Elcsitul a világ, tiétre ereszkedett már. Hogy újra megnyílhasson az emlékek tárháza. Boldog szívvel jöttem közétek el, hisz valaha régen itt nőttem én fel. Értékek a térképen, teljesen más, mint régen. Telkek, házak, gépek, míg nékem itt az emlékek. Szőlőhely. Medina szőlőhely. Oly kedves vagy nékem. Ha átutazok rajtad, visszahúz a szívem. Álom volt, álomvilágban éltünk. Ha sötét lett, sosem féltünk. Hisz rend volt itt, fejben és szívben, de főleg hitben. Egykor azt hittük, az idő cammogva jár. Most már úgy vérjük repül, mint a madár. Tudom, csak én vagyok oly szamár, mégis úgy érzem, engem itt minden visszavár. Csendes kis falu, rendezett porta, még az idő szét nem hordta. És a gyerekek, kiket az egész falu egy családként nevelt. Terike nénik és Ilonkák, Jucika nénik és Katicák, Istvánok és Pisták, Józsi bácsik és Miskák, de ezek csak nevek. Mögé bújva ott vannak az emberek, kik oly kedvesek már nekem, hisz belőlük táplálkozik lelkem. Így születtem én, világnak apró szegletén, s hogy mi véletlen, nem szégyellem. Hálás vagyok mindenért, dorgálásért, egy jó szóért, egy simogatásért, egy mosolyért, egy kinyújtott kézért, ha azt mondod, hazavársz. Emlékszem, Julián gyomszilva legváros kenyere akkora volt, mint felnőtt ember mindkét tenyere. Zsíros kenyérrel az úton szaladva, mert leejtettük a porba, s azt lekotorva, megettük sorba. Emlékszel erre az aprócska templomra, hova jártunk oly sokat, hisz itt volt az iskola, hol az értelem csepegett belénk. Tanító néni, Bíró Mária, kinél tenyeres volt a mánia, vagy a tanító bácsira, ki, mondhatom, gyermekek mestere volt a Béla. Vagy a Gubányi voltra, hol oly sok ember jött össze egy esős napon, a kenyeret várva nagyon, a patakpartra, s óriási egenyefára, az öreg magányos kőr is, Tóni bácsi háza, ahogy előtte ül a kispadon,
s figyel a világra. A csarnokra, Csikót anyára, hova kijártunk, tehenekre várva az áronba, siklóra vadásztunk. És a gesztenyefás temető, csalfa hűs lombok alatt, a sírkövek az elhunyt emberek nyoma, mint meg annyi fénylő gyöngyszemek sora, hogy honnan jöttünk, ne feledjük soha. Az ember nem gépezett, melyet rúgó lökött vagy épp fékezett, meg annyi emlék fejembe zárva, nincs annyi papír a gyárba. Megemlékezésre várva, összejöttünk páron, tan több mint százan, az Úrnak hála. Kik itt vagytok velem, most imára kulcsolom kezem, és az égnek hálát adok azért, hogy veletek vagyok. Köszönjük szépen, megkérem a missió zenekart, akik megtisztelnek bennünket minden évben, hogy legyenek olyan kedvesek. Fáradjatok is! Rendelkezései céljára, hogy megfogadjam azokat mindvég.
tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Már is ne félj, az Úr jön már, bánj és ne félj, bűszívvel szintén szőlőhegyiek. A érdekes dolog, sok kisdiákkal együtt én is itt kezdtem, mint Csikó tanító. Ebben az iskolában, és ennek a Klebersberg Kuno kultuszminiszternek köszönhetően hétköznap mi koptattuk ezeket a padlókat, én ott tevékenykedtem onnan, és vasárnap pedig az Isten hívők vették át, és ők voltak itt. Nagyon sok szép emlék van, nem sorolom őket, vannak itt is, akiket tanítottam. A fejlődés két irányú, vagy kettős dolog volt abban az időben, amikor 72-ben végre nagy sokára megépült az összekötő köves rész, onnan az úgynevezett Csucskától egészen ki a
Kölesdig, Köves útig, és ezzel együtt fejlődött az iskola is, mert a gyerekek körzetesítésre kerültek, és maga az iskola megszűnt. Én is vándorcipőt húztam, és sok helyen voltam, mire végül is Medinába visszakerülve, onnan mentem nyugdíjba. Nagyon sok szép emlék, többek között a Mészáros Ferinek a legutóbb az egyik ismerős azt mondta, hogy a szabadidő központban volt, jött haza, vettem föl szabadidő központban. Hát igen, az SZTK-ban. És a Mészáros Ferivel ott találkoztam, sajnos igen beteg volt akkor. És felidézte, hogy abban az időben, amikor hát kötelező volt a gyümölcsös meglátogatása a környezetismeret órán, akkor beültettem a trabantba az egész iskolát, és elmentem Sós bácsi gyümölcsösét megnézni. Sőt, mint a múzeumba is elvittem őket, az egész iskolát beült a trabantba, ukász kiadva, ha rendőr jön, akkor ki, maradhat csak ülve, a többi pedig le a padlóra. És megúsztuk, hála Istennek nem volt rendőr, hála Istennek megjártuk, és mégis voltak gyümölcsöst is látogatni, mégis voltak múzeumban is a merinai szörlő gyerekek. Én nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az időkre, mert akkor voltam én is fiatal. Köszönöm, hogy itt lehettem, bár vonakodva tettem eleget a kérésnek, hogy szóljon pár szót, mert öreg vagyok már és elérzékenyű. De azt hiszem, hogy ez jó kell. És köszönöm, hogy meghallgattak. Mindenkinek további jó szórakozást. Hát ez az iskola kápolma, ez már a múlt. Mert múlt nélkül nincs jelen, jelen nélkül meg nincs jövő, de nem látom, megmondom szintén a jövőt. És még egyszer nagy szeretettel és tisztelettel kell gondolni az őseinkre, mert fantasztikus indítatást kaptunk tőlük. Meg szeretném köszönni a fiamnak, Tóth Ferinek, meg mindenkinek, aki nekem segített, az Erikának azt a gyönyörű virágot, minden évben ő díszítette föl, vagy hozta a virágot, nagyon köszönjük, és az önkormányzatnak is meg szeretném köszönteni a segítségét, természetesen téged is köszöntelek, Attila, csak kifelejtettelek az elejét, és megkérdem a püspök urat, hogy az élőkér és a voltakér a szemlését. Thank you.
Szentlélek nevében. Amen. Békesség nektek. És lelkedben. Főtisztelendő és excellenciás püspök atya, mindannyiunk nevében nagy-nagy szeretettel köszöntünk, megköszönve, hogy nyári sok-sok főpásztori teendőt és programot között idén is jutott idő, jutott hely, nem csak a szívedben, hanem a naptáradban is, a Medina szőlőhegyi szokásos nyárelei szentmiségnek és az elszármazottak találkozójának. Ahogy Bakó Gyuri mondotta, élőkért és holtakért kérjük bemutatni az oltáron a legszentebb áldozatot, hogy az elhunytaknak, akiknek oly sok mindent köszönhetünk, életvezetést, életstílust, hitet, kézzel és lélekkel épített látható és láthatatlan javakat, hogy nekik az Úristen üdvösséget, az élőknek pedig az isteni erényekben való jó sok bővölködést, hitben, reménységben és szeretetben való kitartást kérjünk. Szeretettel köszöntöm a főtisztelendő paptestvéreket, szeretettel köszöntöm az elszármazottakat, szeretettel köszöntjük a Budapest-Rákosligeti plébánia közösség híveit lelkipásztorukkal együtt, akik eljöttek, hogy azt az oltárt egy kicsit körbevegyék emlékezéssel, amit az épülő szedresi templomnak a 40-es években a háború zivatarában adtak, s amely aztán az idő viszontagságai és az elődeim mozgása, tevékenysége következtében itt az imaházban kötött ki. Szeretettel köszöntöm a helyieket is, és kérem a kedves testvéreket, hogy valóban a hit, a remény és az élő Isten és ember szeretet hassa át ezt a legszentebb órát. Testvérek, örömmel jöttem ide, és örülök annak, hogy most már itt vagyunk, hogy itt vagyunk, azok itt vagyunk. Valamikor nem volt ez így, emlékszünk rá, amikor még nagy duma volt kint a kápolna előtt, és még nem tudták, hogy mi akar ez lenni. Örülök a Rákosligetieknek is, és annak, hogy olyan sokan vagyunk, hogy máskor ilyenkor már mindenkinek tudtam kezet fogni, most nem sikerült már. Ez dicséret tulajdonképpen. Úgy azért is kötelességnek érzem eljönni, mert a medinai önkormányzat még ki is tüntetett a közösségért oklevéllel, és most már ide tartoznak is érzem magamat, nem csak emlékeimben. Köszönjük szépen, polgármester úr, a képviselőtestületnek. Jó, akkor tegyük azt, amit Gyuri is kért, meg te másokra is megígért, hogy imádkozzunk a fölmenőjünkért, mindenkiért, aki innen elszármazott. Hogy egész szívvel itt lehessünk a Szent Misén, elcsendesedjünk bűnbánatunkban. Gyónom!
Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasd már Izajás próféta könyvéből. Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem. Anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem. Számat éles karthoz tette hasonlóvá, kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl, és tegzébe rejtett engem, és ezt mondtam. A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt gondoltam, hiába fáradoztam, hasztalanul tékozoltam erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és munkám Istenem előtt. És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgálójává tett, hogy visszavezessen engem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsen. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm, aki ezt mondta. Kevés az, hogy a szolgám légy, és fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! A bűnbánat keresztségét hirdette.
amikor János befejezte küldetését, így szólt. Nem az vagyok, akinek engem tisztek, de ime itt jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Férfiak, testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai és ti, Istenfélők, az üdvösség híre nekünk szól. Ez az Isten ígéje. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek, neki pedig mindjárt megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott rólam, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves paptestvérek, polgármester úr, kedves elszármazottak, még helyben lakók azért, mint a Gyuri is mondjuk, aztán a kedves idelátogatók, akár közelről, akár távolról, Rákosligetről például, egy szép tempomból ereszkedtek most ide, ebbe az iskola kápolnába, hogy elzarándokoljanak a régi oltárunkhoz, aminek az emlékét tudták és őrizték. Van ebben valami nagyon szép. Elkísérik az oltárokat. Több generációs oltáron, Miklós atyától tudom, több generációs oltáron, mezőmutár után, de mégis ragaszkodunk ehhez az emlékéhez. És nagyon szép. Testvérek, a mai ünnepről néhány szót, aztán mástól is majd sorjában. A mai ünnep. Keresztelő János születési ünnepeink van. Tudtunk figyelni a szentelási szavazokra. Két születés napot ünnepel az egyház. Hármuk mondjuk Jézusét még. Az Úr Jézusét, a szűzanyáit, kisboldogasszonykor, és keresztelő János születését, népiesen Szent Iván napját. Mindegyik születés ünnep fontos. Mindegyik valami sajátos helyzetből születik, a szűzanya is,
és Keresztelő János is ismerik a jelenetet, mikor Mária és Erzsébet találkoztak. Erzsébet fölkiáltott a Szentlélektől eltelve, amint hallottam köszöntésed szavát, fölújongott szívem alatt a magzat. És a mai olvasmányok közül kettő is, vagy még az evangéliumisek kicsikét, hogy szakszóval szokás mondani, a prenatális állapotról szól. Hol kezdődik az élet? Ugye, közhelyen így szoktuk mondani, a bölcsőtől a koporsóig. Valóban ott kezdődik, csak a bölcsőnél. Az első olvasmányban a proféta arról szól, születésem előtt kiválasztott engem az Úr. Olyan szépen mondja a proféta másút, örök szeretettel szerettelek téged, mielőtt anyád méhében megformáltalak, én már neveden szólítottalak téged. Az ember léte Isten örök szeretetében kezdődik. Ezért az egyház nem tud beleegyezni az abortuszba. Mert Isten örök szeretetében én már létezik, és minden megkezdett élet az örökké valóságot teremtetett. Nagyon mély titka van a mai ünnepnek. Testvérek, ami idehozott bennünket, az tulajdonképpen ez a visszatekintés. Ahogyan az egyház köröztölő Szent János születésének ünnepét ott kezdi, hogy visszatekint a születése előtti állapot. Picikét, amikor elzarándokolunk egy ilyen helyre, ahol az őseink éltek, a fölmenőink, akkor mi is emlékezünk rájuk. Pápán mondja egyik beszédében, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy az emlékezés az nem arra való, hogy elüdögjünk a múltunkban, hanem hogy felelősséget ébresszen bennünk. Annyi és annyiféleképpen elhangzott, különösen a költőnek, Csabának a versében, hogy olyan helyre jöttünk vissza, és arra mindjárt emlékszünk még, akik itt folyártunk és éltünk valamicskét, hogy olyan emberek voltak itten, szépen mondta Csaba, akiknek az én fejükben is rend volt, meg a szívükben is. Egyre kevesebb az ilyen ember, akinek a fejében is rend van, meg a szívükben is. És mert nincs rend a fejükben, ezért nincs rend a szívükben sem. És nincs rend az egész életükben. Rúnai Györgyöt szeretném idézni, aki azt mondja, egy versében, visszaemlékezésében, hogy az ember túl nagy rendben és túl nagy rendetlenségben sem képes félni. Akik itt éltek, emlékeztek, meg is emlegette Csaba is a régi portákot. Földes udvar volt, sár volt, de mégis elsöpörték az udvart, hétvégeken rend volt. És ez a külső rend, ez egy belső rendről beszél. Amikor Keresztelő Szent János születésére emlékezünk, akkor ki a kezdeteire emlékezik? A fölmenőire, akiknek még rend volt a fejükben és a szívükben. Tudták még, hogy honnan, hova, miért. Vagy egyik költő mondja. Egy ilyen világra emlékezik. Az igaz, hogy Isten örök szeretettel szeretett mindjárt, és akkor érezzük testvére, mit jelent ez. Egyszer eljött hozzám egy nagylány, 16-18 éves, és bőgött nagyon. Alig tudtam meghallani, mit akar mondani. A nagymamája elmondta, hogy az anyukájuk meg akarta semmisíteni. És ezen sírt keservesen, hogy az anyja őt nem akar. Csak mondta neki, ide figyelj, de a Jóisten akart.
bármennyi is nem avaltak a szüleit. És ebben a kislány megnyugodott. Testvérek, Isten örök szeretettel szeretett bennünket. És az ő örök szeretete nemzedékről nemzedékre, szüleinken, testvéreinken, nagyszüleinken, a szomszédnénik és bácsik világán keresztül, nagybácsik világán keresztül, pápánk ezt mondja, kiterjesztett rokonságnak, ez a szeretet eljutott hozzánk. És ez a szeretet nyomot hagyott bennünk, és ezért vagyunk most itt. Testvérek, sokszor fölteszik ma a kérdést, gondolkodunk, hogy mi milyen nyomot hagyunk magunk után. Hagyunk-e nyomot magunk után? Itt a Szentmisében a lelki öröm ajándékát kértük. Nem figyelte senki se, gondolom, tehát azt kértük. Eszembe jut egy történet. Egy kisgyerek istentelen nevelést kapott, mint a szokás, belopakodott valami barátjával a templomba. És pont ezt a könyörgést mondták akkor is. Hazament, anya, a templomban azt hallottam, hogy van lelki öröm. De sose beszéltél nekem erről. Miért nem beszéltél róla? Anyuka sokáig nem tudott aludni. Volt-e joga megfosztani a gyerekét a lelki örömtől? Ez a világ, amire itt emlékezünk. Itt volt lelki öröm. Nagy szegénység volt, sok-sok küzdelem volt, és mégis volt lelki öröm. És ezt vajon továbbadtuk a gyerekeinknek, unokáinknak? Mit hagyunk magunk után? Milyen nyomot? Istenek, a találkozók azért fontosak, hogy szembesüljünk az őseinkkel, ne csak nosztalgiázzunk, hanem megerősödjünk abban, hogy ahogy az őseink, ha nem is tudtak talán sok vagyont hagyni ránk, de rendet hagytak ránk, lelki örömöt hagytak ránk, és ezek a gazdagságok, megint a szövődének. Másik testvéreim, nem tudok elmenni szó nélkül, ugye idén ünnepeljük Szent László éve. Koronázására emlékezünk, ugye 77-ben koronázták meg. A szentélvatására emlékezünk. Aztán a szabolcsi zsinatra emlékezünk. Sok mindenre. Valamelyik emlékezés így fogalmaz, hogy Szent László egész Közép-Európát összefogta létében. Tudjuk, hogy fönt Lengyelországban született, Fikéza egy lengyel édesanyja volt neki, első Béla volt a papája, aki Szekszárdon volt eltemetve. Lengyel volt születésében, itt élt, mint uralkodó, és itt ráhalt meg július 29-én, 95-ben. Mégis a 27-ét ünnepeljük júniust egy hónappal korábban. Általában a szentek halál napján szoktak ünnepelni őket. Itt egy kedves legenda elmondja, hogy amikor a szentélvatását kutatta pápától ide küldött követ, akkor a nagyvári székesegyház fölött egy fényes csillag jelent meg, és ekkor a csillag megjelenésének a napjára tették át június 27-ére az ünnepet, így ünnepeljük 27-én szerint. Testvérek, ki ez a Szent László? A Szent László is a rend embere volt. Volt családja, az egyik lányáról tudjuk, hogy Szent Piroska a lánya, aki Konstantinápolyban II. Jánosnak lett a félfelesége, és 8 gyereket hozott a világról, 4 fiút és 4 lány. És ugyanis a Hagia Szofiában van megfestve, mozaikba kirakva ennek a piroskának az alapja.
Tehát Szent László egy családra figyelő ember volt, aki szentet nevelt. Erről keveset szoktak beszélni. Itt is olyan szép a mai evangéliumban, hogy amikor János megszületik, akkor a papa, ugye, tudjuk, hogy miért, mert ezt a megbízatást kapja, hogy János legyen a neve, Jánosnak keresztül, és senki nem érte miért. Azért, mert Isten akaratára figyelt a papa. Nem a zsidó hagyományokra. Ez Zakariásnak kellene kérdezni. Szóval Szent László egy ilyenfajta családot tartott össze. Az egyik gyereke szentett, és 8 gyerek unokája szövett. Azért akkor is ez energia kellett rám, egy uralkodás mellett. A másik testvéreim tisztán látó ember volt. Amikor ment az investitúra harc és mindenféle ostobaság, akkor tudta, hogy hova kell állnia. Tiszta fejű ember volt. Mindig ott állt az egyház oldalán. Megbocsátásnak az embere volt. Ugye nagypapáját, Szent István vakítatta meg egy lázadás miatt, és László lesz az, aki megbocsát, szenté avatatja István, Gellért és Imrét, szenté avatja a három nyitrai remetét, ugye Zoreát, András, Benedeket. Szóval egy ember, aki föl tudta dolgozni a saját múltját, tudta, hogy hova kell állnia, és még egy dolgot hadd említsen. A törvénykezése. Ugye több törvénykönyve van neki, meg is maradt. Legjelesebb, éppen ma van, azért nem vagyok ott, mert itt vagyok, a Szabolcsi Zsinatnak az emléknapja. Szabolcs vagy Földvár van, meg is lehet nézni, ott volt a zsinat. És ott hozta az összesítő törvénykezést. Mert megint védi a magánvagyont nagyon keményen, ezzel elharapozott az elköstelenség, és védi a köröztény öntudat. És még ebben mi nagyon buták vagyunk, bután viselkedünk, elhagyjuk a saját gyökereinket. Nem jó. Nem jó. És nagy a felelősségünk. Itt is, hogy mit adunk tovább. Szemetet vagy értéket. Eszembe jutott újra, szoktam elmondani néha, hogy a 60-as években divat volt lecserélni a szép, faragott falusi bútorokat funéllemez szekrényekre. Bevitte a kicsit nyírkos lakásba, egy év múlva hullázott, mint a hullámbas, a ócska szekrény. A régit kidobtuk, mert az új az szép. Attól, hogy valami új, az nem szép is. Értékes kidobtuk, és leváltottuk értéktelenre. Amikor Szent László a törvénykezésében meg akarta szilárdítani az erkölcsöt és az egyházat, az egyház alapításaiban, akkor tudta, hogy mit akar. Akkor is volt akár nagyon sok okoskodó ember. Voltak lázadások, kívülről is, belülről is, és Szent László tudott szilárdon állni. Ezért mondjuk róla, hogy szikla hitű László. Tehát nem érdekes, tegnap egy interjúban kérdezték, hogy hogyan látom a Szent László hívet. Érdekes, hogy a nemzet olyan vákumként beszívta ezt az évet. Nagyon, most ezen a héten ez nagyon sok híradás van, hogy Szent Lászlóval. Hát érezzük, hogy köllenek a gyökerek. Köll a szilárd értékre volt.
tartozunk. Ezért is vagyunk együtt, testvérek. Nosztalgiázni, jól látunk egymást, újra meg újra kezet fogni, de nagyon fontos az, hogy lássuk ennek a mélyebb rétegét is. Egy dolgot még hadd mondja, testvérek, ugye, családért vagyok fel az egyházban, hadd idézzek ide a Szent Atyának egy kis képét, amit az egyik beszédében mondott Rómában. Idézi a Mózes könyvéből azt a jelenetet, amikor az égi csipkebokor ott van. És Mózes látja ezt az égi csipkebokrot. Ez maga egy nagyon szép kép, testvérem. A bokor ég és nem ég el. A Biblia ezzel fejezi ki, amit az Isten birtokba vesz, az nem megnyomorodik, hanem kibontakozik. Valamikor a buta marxista ideológia azt mondta, a vallás megnyomorítja az embert. Akkor már borzasztó fájdalmas, hogy ilyeneket tanított valaki. Nem mondta, az Isten birtokba vesz, az nem ég el, nem omlik össze. Másik, ugye amikor megy Mózes a bokor fele, akkor ezt a hangot hallja, a hely, ahol jársz, szent. És ezzel szeretném befejezni, minden családnak, mondja a pápa, a homlokzatára föl lehet írni, a hely, ahol jársz, szent. Vesdes a utat. Vigyázzuk a házasság, a család szentségét, amennyire képesek. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadtatott a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, és az örök életet. Amen. Testvéreim, keresztelő Szent János születését ünnepelve kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk, és a példáját kövessük. Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Támasz buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Kérünk téged, hallgass meg minket! Ne engedd, hogy széltől lengetett nátszál módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését. Kérünk téged, hallgass meg minket! Tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, de az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiadhoz, és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük hozzád, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Mindenható Istenünk, oltárodat adományainkkal halmozzuk el, hogy méltóképpen ünnepeljük keresztelő Szent János születését, aki a világ üdvözítőjéről megjövendőlte, hamarosan eljön. És rá is mutatott, amikor eljött Urunk Jézus Krisztus. Aki él és uralkodik örökkön örökké. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Emeljük föl szívünket! Fölemeltük az Úrhoz! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Méltó és igazságos! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyám, mindenható örök Isten Krisztus által. Az ő előhírnökében, Szent Jánosban fölségedet dicsérjük, akinek az asszonyok szülöttei között szent küldetés szántál. Már anyja méhében repesve fogadta a megváltót, és születésével sokaknak örömet szerzett. És a próféták közül ő volt az egyetlen, aki megmutatta az üdvözítőt, a bárányt. Majd megkeresztelte a keresztség szerzőjét, hogy a kegyelem forrása váljék a vízből, és méltó lett arra is, hogy kiomló vérével végső tanúságot tegyen Krisztusról. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a Földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül énekeljük. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Íme hitünk szent titka. Áldott életjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, ami el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk
és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsöhess be a Szent Élek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíved, Urunk, egy egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György és László püspökünkkel, és az egész papsággal is megváltott népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával és Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Élek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. És őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
bíboros úr, az eukarisztikus évre való készülődés éveit. Ugye 2020-ban lesz majd az eukarisztikus kongresszus, az 52. a sorban, és egy imádságot kért a bíboros úr, hogy minden szentmisén mondjunk el, ezt imádkozzuk el. Mennyei atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk élő Krisztus felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és az örömét elvegyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgálja. Könyörögjünk! Mennyei atyánk, megerősödtünk fiadnak, az Isten bárányának lakomáján. Add, hogy egyházad keresztelő Szent János születését ünnepelve új örömre keljen, és Krisztusban fölismerje újjászületésének szerzőjét, akinek érkezését keresztelő Szent János előre hirdette. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérem, még néhány szót. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ennek az ünnepnek az előkészítésében, díszítéstől a takarításon át. Tudom, hogy nagyon sok háttérmunka van. Köszönjük a polgármester úrnak, hogy készségesen közreműködött, hiszen a sátor is onnan származik. Köszönjük szépen. Lassan-lassan kialakul ennek a találkozónak a rendje. Köszönjük Árpád atyának, hogy tényleg szívén viseli a találkozót. Volt, amit úgy, hogy gazdátlan volt minden, most már nem így vagyok itten. Ennek is örülök. Örülünk annak, hogy az oltárterítő elkészült, és emlékezünk szeretettel Rózsika nénire, aki már elköltözött oda át a másik oltárhoz. Aztán hadd hívjam fel a figyelmet, már tavaly is volt néhány oldal ebből a kis füzetből, Révai Lillának az összeállítása, Meditma szőlőhegy története, ez egy kezdés, első gyűjtéseknek a rendszerbe foglalása. Én bízom benne, hogy még lesznek, akik tudnak hozzászólni, fényképeket adni, és egyszer lesz belőle egy csinos kötet ebből a füzetből. Kedves, narratív módon, azokra az emlékekre hagyatkozva, amit föl tudott idézni az emlékezőktől, írja le, hogy hogy lett Pálinka pusztából Medina szőlőhegy. A Fiori birtokból, a pincészetéről, hogy lesz egy egyre széle kiszélesedő település. Köszönjük Lillának ezt a szorgalmas munkáját, gyűjtő munkáját, és én azt kérném, bár Lilla nekem ezt nem mondta, hogy juttassuk el hozzá azokat a fényképeket, adatokat, amiket tudunk hitelesen. Akár ha van régi íromány öregjeink után, juttassuk el, és akkor tovább fog növekedni egy falu, amit a fejlődés szétszedett, elrodált. De az milyen nekünkben él, meddig tudjuk ezt a találkozót csinálni, nem tudom, de szépen tegyük, hogy nyomot adjunk így is magunk után. Köszönjük szépen! Főtisztelendő Excellenciás Püspök úrnak megköszönjük, hogy egy országos jelentőségű eseményt mondott vissza azért, mert ennyire nagyon szereti Medina szőlőhegyet, de szerintem a hely fölött inkább a lelkeket, akiknek ő most már hosszú-hosszú ideje ebben a szentmisében jó pásztora. Főpapi szolgálatára, sok-sok teendőjére, attól kérünk erőt, aki képes volt a világ keresztjét is elhordozni, sőt a dicsőség fájába tenni, az Úr Jézus legyen
áldó pásztorod, püspök atya, és védőszentet Szent László királynak különösen is kérjük ebben a jubileum esztendőben a közbenjárását. Nem csak a lelkek javára végzett szolgálatod van, hanem egészséged és egész életed minden pillanatára. Van valaki, akinek a szíve mindig jobban dobog és többet ver, mint bárki más itt vagy az elszármazottak között, és idén is őt illeti, nem a papot, nem a többieket, nem is az önkormányzatot, hanem mindenek előtt és mindenek fölött téged, Fakó Gyuri, a köszönet, hogy a te szíved igazán itt maradt, itt dobog és itt szeret. Köszönjük mindannyiunk nevében, hogy ezt a találkozót idén is, a te szorgalmat, a te vezér egyéniséged lehetővé tette, Jóisten gazdag áldását tud magadon. Most pedig, kedves testvérek, a házigazdák, vendéglátók nevében hangozzék még el a meghívás az ebédre, a kultúrotthonba, és felállva fogadjuk a főpapi áldást. Még egy szót hadd szóljak, ugye Árpád atya és Józsi atya, Farkas Józsi atya a folytonosságot ők biztosítják, amikor a pár szem emberrel összejönnek itt imádkozni, szentmisét mutatni be. Ha ez nem lenne, akkor ez a kápolna már pókok meg az egerektől elpusztulna. Köszönjük, hogy újra meg újra kinyílik ennek a kápolnának az ajtaja azon pár ember által, akik hűséggel tartják a frontot, a folytonosságot. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve! Most és mindenki! Segítségünk az Úr nevében! Aki az eget és a földet alkotta! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Amen! A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak! Istennek legyen!